Sziasztok! A Bad Movies legújabb élménybeszámolójában nem másról lesz szó, mint az év egyik legjobban várt filmjéről, ami egyben az év hát más, jelenleg második legnagyobb blockbustere a Vasember után, az Acélember. Igen, Vasember, Acélember, és nemrég hallottam, hogy augusztusban megfilmesítik Jókai Mór regényét, az Aranyembert, és jó tudom, hülye poén volt, de a film óta erre gyúrok, úgyhogy tessék nevetni. Na de viccet félretéve, hát számomra is nagyon régóta várt film volt az Acélember, és én is hallottam azt a rengeteg negatív kritikát, amit az utóbbi, mióta van moziba, úgy egy hete körülbelül, tehát amit azóta kapott, és igazából így egy kicsit visszavettem a várakozásaimból, amikor beültem a filmre, nem vártam az új sötét lovagot, mint sokan, de még egy kicsit így is csalódtam a filmben, de azért rögtön az elején jó lesz letisztázni, hogy ez a film alapvetően nem rossz. Ez egy tökéletesen funkcionáló látványfilm, amiben igazából újra megnézhetjük Superman földre kerülésének és felnövésének, illetve szuperhőssé válásának történetét, immár nem is tudom hanyatszorra. És mint Superman film, ez igazából teljesen vállalható darab, mint látványfilm, igazából hibátlan, látványterén egészen elképesztő a film, bár egy Zack Snyder rendező neve azért garantálja, tehát egy Supermanhez méltó látványorgiát kapunk, ami néhol azért egészen monumentális is tud lenni, tehát így a film némely jelenetében vonatokkal dobálóznak, meg épületekkel biliárdoznak, tehát ilyen nagyon durva dolgok vannak. Az a baj, hogy így igazából ennyi. Ez egy baromi látványos képregényfilm, ami baromi látványos, és csókolom. Tehát amit a marketingben ígértek nekünk, hogy majd ez lesz az új sötét lovag, illetve hogy ezzel a filmmel is, tehát hogy most ebben a filmben Supermannel ugyanolyan masszív változtatásokat fognak eszközölni így a karakterével, mint anno a sötét lovagban Batmanével, hát az egy nem gyengén elmaradt, tehát egészen konkrétan a Superman karakterében annyi a változtatás, hogy már nem kívül hordja az alsógatyáját, ennyi. És szerintem ez azért 2013-ban már sajnos csalódásnak mondható, mert egyfelől az nagyon klassz, és én ezért szeretek ebben az évtizedben, vagy hogy mondjam így a 2008 óta készült képregény filmeket azért szeretem, mert azokban végre meg tudják rendesen, úgy igazán csinálni ezeket a hatalmas nagy harcokat, gondoljunk csak a bosszúállókra, vagy mondjuk a Vasemberre, hogy abban micsoda zúzások voltak, amiket azért a 80-as, 90-es években is megpróbáltak megcsinálni, persze már azért a nosztalgia megszépítette azokat a jeleneteket, de ha visszagondolunk, hogy a Superman második részében hogy nézett ki Zod tábornoknak és embereinek a harca Supermannel, hát fel sem mérhető ahhoz a látványorgiához, amit itt kapunk. Tehát egyfelől ezt nagyon szeretem, hogy ezeket így vissza tudják adni, tehát tényleg nagyon epikussá tudják tenni, viszont ugyanakkor ugyanez a hátránya is, hogy ma már ez nem elég. Tehát az, hogy egy Superman film látványos, az alapvetően jó dolog, de nem elég. Kell egy mély sztori, kell bele a dráma, kell bele a humor mondjuk, ha hát ugye adott, mondjuk jó, egy Superman filmet talán a humor annyira nem kell, de mondjuk a jó karakterek, a jó párbeszédek, az, hogy a film ne legyen tömve logikai bakikkal, és ne csúszson unalomba, az egyszerűen kell, mert anélkül nem igazán tud ma már kiemelkedni az átlagból, és bármennyire is próbálkoznak itt ezzel-azzal, nem működik. Tehát a karakterek suták, a párbeszédek, hát így szó-szó elmennek, de semmi extra. Sehol egy vicces riposzt, vagy egy érdekes párbeszéd, semmi. A színészek igazából jók, meglepett például, hogy Kevin Costner mennyire jól alakít néhány jelenetben, illetve ismételten egy igazán epik főgonoszt kapott a maga ellen Superman. Michael Shannon alakítja Zod tábornokot, és hú gyerekek, ez a csávó, ez félelmetesen nagyot alakít. Mondjuk engem speciál nem lepett meg, mert nemrég láttam a Take Shelter című filmet, ami majd egy gyöngyszem bemutató keretében szerepelni fog nem sokára a blogon, és abban a filmben mutatkozott be igazából a nagy közönségnek ez a színész,
És nagyon örülök, hogy felfedezték végre, mert nagyon megérdemli, egy nagyon tehetséges úriemberről beszélünk. Henry Cavill a főszerepben oké, a női szereplő oké, Russell Crowe is tök jó, hogy van, még ha olyan hű, de nagyon nem is volt indokolt, hogy ő játssza Henry Cavill apját, mármint hogy Superman apját, de azért nem alakít rosszul, bár ő benne se szoktunk ugye csalódni. Tehát egy alapvetően jól összerakott filmről beszélünk, ami ugyanakkor tele van logikai bakikkal, és vontatott jelenetekkel, és mint látványfilm működik, mint Superman film, igazából vállalható, de ma már egy képregény filmnek ennél többet kell nyújtania, ennél többet kell letennie az asztalra ahhoz, hogy igazán kiemelkedő legyen, és igazából ezzel se lett volna semmi baj, hogyha hogyha az előző fél évben nem azt hallottuk volna minden egyes reklámspotból, meg új infóból, a filmről, meg trailerből, hogy ez ugyanolyan monumentális, epikus történet lesz, mint annó a Sötét Lovag, ezt felejtsétek el. Tehát ha úgy ültök be az acélemberre, hogy ez egy lecsupaszított és végletekig egyenes, és itt-ott meglehetősen ostoba látványfilm, akkor szórakoztatónak fogjátok talán találni, ha túl tudtok lendülni a vontatott részeken, azért a zúzás miatt érdemes moziba megnézni, de ne várjatok tőle egy ilyen évfilmje, vagy az utóbbi idők legjobb képregényfilmje, vagy akár egy Sötét Lovag utódot, nem az. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!